I come from a country in which hundreds of thousands of people work and live in third world circumstances, even though this country, Hungary, is not in the third world. It is in the European Union. These people work at assembly lines of mainly foreign-owned companies for about €250 a month. They work in warehouses, food stores, also for €250 a month. They can be fired overnight. They don't have any legal protection in terms of labour law. So my question to Mrs. Ashton is, and I would very much appreciate if, as an exception to the normal rules of her, she would give real answers to real questions. Is this new representative of human rights of the EU going to examine cases of human rights violations within the European Union? And my second question is, do you consider labour rights as human rights? So the case of mass violations of human rights in Hungary, are they going to be examined and in what proceedings by this new representative? Thank you. Merci, Madame Morvai. Thank you very much, Madam President, and thank you Köszönöm to all szépen, members, elnök asszony, köszönöm szépen a képviselő uraknak és a hölgyeknek, hogy részt vettek ebben a vitában, és nagyon lelkesen szóltak az emberi jogi kérdésekről. Akik befelé tekintettek, nekik a Salafranca jelentést ajánlom a figyelmükbe. A külön képviselő mandátuma, az én mandátum egy külső mandátum. Megpróbálok minden kérdésre választ adni, vagy itt, vagy pedig írásban. Nagyon jól tudom, hogy a vita során nagyon sok javaslatot kaptam a külön képviselő személyét illetően, és nagy mértékben egyetértek az elhangzottakkal. Valóban egy dinamikus, bátor, karizmatikus személyt szeretnénk megválasztani, aki valóban megfelelően képviseli ezt a nagyon is értékes és nagyon fontos képviseleti szerepet, és így képviseli az Európai Uniót. Valóban nagyon sok kérdéssel kell foglalkoznia, érzékenyen kell kezelni ezeket, és alapos megértésre van szükség. Nagyon remélem, hogy a tagállami jelöltek, amelyeket még eddig nem láttam, nem találkoztam velük, ezekből valóban sikerül majd megválasztani a megfelelő személyt. Egyértelművé tettem azt is, hogy a parlamenttel szoros kapcsolatot tart majd ez a képviselő, és ez benne van nem csak a szerződésben, hanem a politikai nyilatkozatban is. Nagyon fontosnak tartom ezt, hiszen ahogy sokan elmondták, ez az első tematikus külön képviselő, ezért megfelelő kapcsolattartásra van szükség. Biztos, hogy ez egy folyamatos vita lesz, és a párbeszéd keretében kérdések és válaszok merülnek majd föl. Nagyon remélem, hogy az eddigi munkára építhetünk, és szeretnék köszönetet mondani az Európai Uniós hölgyeknek, uraknak, akik delegációk keretében nagyon nehéz körülmények között dolgoztak, és köszönöm nekik, hogy ez a kérdés állt a munkájuk középpontjában. Elnök, köszönöm szépen!